Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök után meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül. Hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely ideje korán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el, és minden munkájában jó szerencsés lészen. Az Atta Marisza Eljutka, Csillag Erzsi, Reiner Flóri, Sikk Éva, Lázár Marika, Rácz Kati, Braun Zsuzsi, Spitzer Éva, Sík Györgyi, Prém Margit, Amis Héning, a Kovácsné, ő volt az a házvezetőnő. A politikai hírekről nehéz beszélni. Itt katonakorú férfi nem maradt egy se. A parasztasszonyok gyászolnak, se férfi, se ló nincs az aratáshoz. Keveset lehet megtudni a rádióból vagy az újságból. A villanyszerelő csak tegnap kegyeskedett megszerelni az antennámat, így Londont se tudtam hallgatni. És valami rejtélyes oknál fogva, ma meg nincs ára. Már nem kezdek új lapot, de örülnék, ha írnál, amikor időd engedi. Szeretettel, Jane. Ez a teraszon készült a bejárati ajtó mellett. Az egyik növendéke ül mellette, de őt nem ismerem fel. Dél-Skócia, Dumfries Galloway megye. A 200 fős Dunscore faluban sokan emlékeznek még a Haining családra. 1897-ben itt született Jane. 5 éves, amikor anyját és újszülött kishúgát elveszti. Apjuk a családi gazdaság mellett a templom gondnoka, majd presbitere. Életét áthatotta a vallás és a közösség iránti felelősségérzet. Jane ebben az ő példáját követte. Azt gondolom, nekem is vannak skót felmenőim, hiszen Jane távoli rokonom, hogy a skót emberek nyíltan vállalják véleményüket, és tudnak meglehetősen, mi úgy mondjuk, keményfejűek is lenni. Ha hisznek valamiben, amellett kitartanak. Ez nagyon fontos az ő életében, az ő életének alakulásában. 12 éves korában Dumfriesben az ottani akadémia diákja lett. Kiválóan tanult, az iskola egyik példaképe. Különösen tehetséges volt nyelvekből és történelemből. Összesen 41 díjat nyert. Neve felkerült az évenkénti legjobb eredményt elérő végzősök dicsőség falára. A leány otthonból nyaranta hazatért a farmra. Örültek a társaságának, és jól jött a segítsége. Az első világháború idején kevés kéz maradt a rengeteg tennivalóra. Jane kivette részét a munkából. 18 évesen a középiskolát befejezve már érezte, ez nem az ő világa. Nagyon sokat tudott adni. Nagyon erős volt. És én szeretném hinni, hogy ezt az erőt falujából, Dunscore-ból, az itteni neveltetéséből merítette. Kicsoda az, aki féli az urat? Megmutatja annak az utat, amelyet válasszon. A Nice folyó partjától a Clyde folyó partjához Glasgowba vezetett az útja, ahol üzleti tanulmányokat folytatott. Hamarosan egy állandó irodai állást kapott Paisleyban, a Coats cérnagyárnál. Idővel a titkárság leghozzáértőbb munkatársa lett. 10 évig dolgozott itt. Közben újabb csapás érte. 25 évesen elvesztette apját is. A farmot el kellett adni, igazi otthona sem maradt. Glasgowban a lakhelyéhez közeli Queen's Park West templom gyülekezetéhez csatlakozott. Közöttük találta meg a támaszt, a kikapcsolódást és a boldogságot. A vasárnapi iskolában bibliaórákat tartott. A gyerekek szerették, a közösség megbecsülte. Dávid zsoltárait gyakran forgatta. A skóciai vagy skót missziókban a nőknek is nagyon fontos szerepe volt.
eltérően nagyon sok más missziói társaságtól teret is adtak. Ez a skót oktatással kapcsolódik össze. Skóciában a nőknek az oktatása az eléggé a napi renden volt. Jane Haining egy nagyon jó felkészült misszionárus volt. Tehát ott már akkor misszionárus iskolák vannak, stb. És ő ebből a háttérből jön. Bizonyára emlékszel, hogy amikor Glasgow-ba látogattál, beszéltem neked arról a vágyamról, hogy egyszer az életben egy leányotthon vezetője lehessek. Amikor eljött a döntés ideje, feladtam a pozíciómat és egy házvezetőnői képzésen vettem részt. Nem sokkal azután, hogy befejeztem a tanfolyamot, megpillantottam egy álláshirdetést az egyházi folyóiratban és jelentkeztem. Láthatod, hogy nem a misszió, hanem a leányotthon felől közelítettem. Ő tipikusan az az egyenes, értelmes, józaneszű, tenni akaró skót fajta volt. Aztán befejezte a tanulmányait és várt. Több mint egy évvel később egy hirdetésre bukkant az egyházi lapban, és azt mondta, erre az állásra akarok jelentkezni. Jim pályázata lenyűgözte Dr. McDonald Webstert, a Church of Scotland titkárát. Websternek volt magyar kötődése. Korábban ő irányította a budapesti missziót. Jane 32. februárjában elnyerte a felügyelő női állást. Rövid felkészítést követően pedig június 20-án útra kelt Magyarország fővárosa felé. Az Úrra néztem szüntelen, mert jobb kezem felül van, meg nem rendülök. Budapest. Nagy folyó, a kéknek nevezett Duna szeli ketté. Rakpartjait hidak kötik össze. 1839-ben épül már az első. Magyar álmodta, osztrák pénzelte, angol tervezte, skót építette. A fővárosba ekkor nem csak hídépítők, hanem presbiteriánus lelkészek is érkeztek Skóciából. Az első hídépítés idején két skót misszionárius megállásra kényszerült Pesten. Egy baleset miatt visszafordultak palesztinai tanulmányútjukról, és a Dunán hazafelé hajózva súlyosan megbetegedtek. József Nádor felesége, a mélyen hívő protestáns Mária Dorottya főhercegnő gondoskodott róluk. Megkérte őket, küldjenek lelkészeket és folytassanak szolgálatot a magyar zsidók között. A skótok ugyanis egy olyan birodalmi rendszerben éltek, ahol a zsidókat és a protestánsokat egyaránt érte hátrányos megkülönböztetés. Szimpátiát éreztek az elnyomott zsidók iránt. Vallották, hogy a zsidóság nem bűnös Jézus keresztre feszítésében, és elutasították a kollektív bűnösség elvét is. A skót református egyházban úgy gondolták, hogy ha megtérítenék őket, akkor az elvezetne Krisztus második eljöveteléhez. 1841-től ezért zsidó missziókat indítottak. Ennek keretében érkezett három lelkész Pest-Budára is. Angol nyelvű gyülekezetet létesítettek, megszólították a nagyszámú zsidó közösséget, segítették a helyi protestánsok munkáját, támogatták a szegényeket. A skót misszió a Pesti Református Egyház részévé vált. Az anyagi hátteret javarészt skóciai adakozásokból teremtették elő. Ma is rendkívül populáris az angol száz társadalmakon belül az adakozás. Most ebben a kálvinizmusnak döntő szerepe van, mert nekem sokat jelent az egyház, nekem sokat jelent Jézus Krisztus, természetesen adok. És bizony a pennyüket is odaadták. Nem igaz a skótokra az, hogy a skótok skótok. Hívő, vallásos ember, de az átlagember is százszor többet ad, mint a magyarországi. Az összerakott penikből először is egyedüliként Budapesten református hírlapot indítottak. Az volt a céljuk, hogy minél több olyan hír jelenjen meg, amely a skót missziói kezdeményezést támogatja. Rájöttek, hogy úgy lehetne igazán hatékonyan missziót folytatni, ha alapítanának a zsidók számára egy iskolát. Az előítéletek kialakulása ellen ugyanis a neveléssel lehet legtöbbet tenni. A módszerük rendkívül egyszerű volt, az iskola padban egymás mellé ültettek egy keresztény és egy zsidó lányt, hogy egészen kisgyermek koruktól kezdve szeressék meg egymást, és ez működött. A skót misszió egy alsóbb társadalmi rétegből levő zsidó ember számára, vagy gyermekei számára a emelkedési pályát biztosította, és ez nem elhanyagolható tényező. Az 1846-ban alapított elemi iskolájuk ezért népszerű. Sok protestáns is idejáratta a gyerekét.
A missziós szellemiség, a befogadó légkör, a magas színvonalú oktató-nevelő munka egyre több diákot vonzott. Kinőtték a Hold utcai épületet. A Zsidó Missziós Bizottság új és nagyobb iskolát épített. 1910. szeptemberében nyitotta meg kapuit a Vörösmarty utcában az elemi és a polgári iskola, valamint a szép imaterem. A harmadik emeleti lányotthonban vidéki diákok laktak. A tágas teraszon sok-sok fotó készült. Jane 1932 nyarán ide érkezett, a kedvelt teraszra nyílt irodájának ablaka. Alig volt ideje ismerkedni új otthonával. Június végén 13 gyerekkel elindultak Egerbe, a misszió nyári otthonába. A nyaraltatás közben Prém Margit, a polgári iskola igazgatónője vezette be Jane-t a felügyelő női feladatokba és a magyar nyelv rejtelmeibe. Szeptembertől a gyerekcsoportokat kísérve ismerkedett a magyar fővárossal, és gyakorolta a nyelvet. Azt tudtuk, hogy Skóciából jött, de semmi többet nem tudtunk volna. Semmi többet. Iskolában nem tanított a Miss Henning, ő egyáltalán nem tanított. Ő csak nevelt, és szigorúan vette a dolgokat. A zsidó keresztény lányok jártak ide. Ezen mindig meglepődnek, amikor én elmondom. Ez sose volt egy agresszív misszió. Ide a rabbi bejárhatott, és a rabbi tanította a tórát a zsidó növendékeknek. Tehát ennyire toleránsak volt. A missziós tanács őszi ülésén már Jane a jegyzőkönyvvezető, ahogy a későbbiek során is mindig. Letisztázott sorai könnyen olvashatóak a kemény kötéses füzetekben. A jegyzőkönyvből kiderül, hogy az 1932-es őszi félévre beiratkozott közel 400 diák, háromnegyede zsidó. A leány otthonban 30 fő körüli a bentlakók száma. Ahogy a lányok nevezték, Miss Henning őket nevelte, felügyelte. Szeptemberben beköltöztünk, eleinte nagyon nehezen, egy nagyon rossz szevő gyerek voltam, és mindjárt első nap nem akartam ebédelni. És húsleves volt, meg paradicsomos krumpli, és nem ettem meg a húslevest. És szegény Miss Henning fogta a paradicsomos krumplit, és beletette a húslevesbe. Soha többet nem hagytam ott az ebédet. A harmadik emeleten voltunk. Ott volt két nagy hálószoba, 16-an voltunk egy hálószobában, de ott tényleg csak aludtunk. Mindenkinek saját magának kellett az ágyat rendbe tartani, beágyazni. Olyan kicsit katonás volt, de hát ez mondjuk természetes volt lányoknak. Általában 8-ra mentünk az iskolába, 13:30-kor volt vége a tanításnak, akkor hazamentünk, megebédeltünk. És ebéd után mindig séta volt. I loved our daily walks in Budapest. Imádtam a mindennapos budapesti sétáinkat. We had a chance to relax and ekkor tudtunk kicsit lazítani, nevetni és szabadnak érezni magunkat. And gave us hope that valahogy reményt adott nekünk, hogy a szabadság és az elfogadás pillanatai, amit az iskola körein belül tapasztalhattunk, ez a valóság. És nem az üldözés és a gyűlölet, ami az iskolán kívül vett körül bennünket. Erre az érzésre emlékszem a legjobban. Az iskola és a diák otthon a rend, a béke és a nyugalom szigete volt. Járhattak a lányok külön órákra. Angolt szinte mindenki tanult, de lehetett hegedülni, zongorázni és az akkor divatos svéd tornára járni. A falakon belül önképzőkör, cserkés csapat és bibliakör is működött. 1935-ben George F. Knight lett a misszió vezető lelkész. Élesen bírálta Hitlert és a náci Németország politikáját. Az iskola és a misszió valamennyi munkatársa érzékelte, ahogy évről évre komorodott a világ. 1937-től növekvő számban jelentkeztek német, osztrák, cseh és lengyel zsidó menekültek. A missziónál az ő itlétüket is szervezték, segítették a továbbjutásukat. Azaz tették a dolgukat és személyes életpéldájukkal közvetítették a keresztény szellemiséget. Ez egy kitűnő iskola volt. Itt azért nagy nevek voltak. Itt ez volt a szellem.
Tehát a Héning ezért érezte itt jól magát, mert egy ilyen szellemiséggel találkozott. Tehát ebben nem csak a George Knight volt benne, mint skót, hanem ebben benne voltak a magyarok. Jane 1939 nyarán barátnőjével, Prém Margittal hosszú körutazást tett Skóciában. A skót egyház nevelésügyi intézményeiben előadásokat tartottak. Jane természetesen meglátogatta a nővéreit és sok fotót készített. A II. Világháború kitörésének és Anglia hadüzenetének híre itt érte. Ekkor járt utoljára a szülőfalujában, Dunscore-ban. Elkezdődött az 1939-40-es tanév. Az antiszemita propaganda egyre inkább éreztette hatását. Mind többen szerették volna idejáratni a gyermeküket. A zsidó szülők tudják, hogy lányaikat nem fogják alsóbbrendűként kezelni. Szomjazzák a szeretetet. Így aztán nagyon hálásak, amikor rá is találnak. Írta Jane egyik jelentésében. Számunkra teljesen olyan volt, mint egy pótszülő. Melegség és kedvesség sugárzott belőle. Ezt szinte tapintani lehetett. Egyszer beteg voltam nagyon, és akkor bevitt magához éjszaka, ott aludtam nála. Aztán csak másnap kerültem betegszobába. De azt nem felejtem el, nagyon izgalmas volt, hogy én nála bent alszom az ő szobájába, ő vele együtt. Igen, volt nála a szobájában egy sezlony. Egy ágy volt benne, egy asztal, székkel, szekrény. Nagyon egyszerűen volt, amire kell egy ilyen szobában, ahol lakik. Tehát semmi pompa nem volt ott. Én legalábbis nem láttam. Velünk csak magyarul beszélt. Hát lehetett érezni, ugye, hogy nem magyar anyanyelvű, de nagyon kedvesen beszélt magyarul. Igen. Az Úr az én osztályos részem és poharam, te támogatod az én sorsomat. 1940 nyara. Németország a Lamans csatorna partjáról már Nagy-Britanniát kémlelte. Knight tiszteletes zsinati jelentésében így írt. Iskolánk épülete mennyország a külvilág dühött antiszemitizmusával szemben. A tiszteletes májusban már hazaköltöztette családját. Ő maga vissza akar térni Magyarországra, de nem sikerült. A náci agresszió Skóciában is aggodalmat keltett. Edinburgh-ból Jane-t egy táviratban szólították fel, hogy azonnal hagyja el a német barát Budapestet, és térjen haza. Ő levélben és táviratban is tudatta, hogy saját felelősségére marad. Azt hiszem, Jane a bátorságát a hitéből merítette. A gyerekeknek szentelt mély szeretetéből és elkötelezett odaadásából. És a skóciai liberális neveltetéséből. Liberal educational background in Scotland. Hit minden egyes ember értékességében, és e szerint az értékrendszerint élt. Nem is tudta megérteni a más vallás vagy rassz elleni gyűlöletet és diszkriminációt. Azt fölfogtuk észre már harmadikosként is, hogy itt minket védenek. Itt minket nem bántanak, itt minket védenek, itt mi egyenrangúak vagyunk. Ezt fölfogtuk, ezt megértettük, mert úgy is viselkedtek. A külső elnyomás ellenére a tanítás mellett a missziós tevékenységek is tovább folytak. A magyar lelkész irányítása alatt Jane egyre több feladatot vállalt. Tagja a missziós bizottságnak, kezében tartja az egész iskola ellátását, bibliaórákat tart angolul a még itt levő külföldieknek. Dr. Nagybaconi Nagy Lajos segédlelkésszel pedig brit hadifoglyokat látogat. Igazán csodálom őt. Csodálom az elkötelezettségét, a hitét. És gyakran elgondolkodom, én vajon mit tettem volna az ő helyébe? De nem tudom a választ. Arra is emlékszem, hogy például amikor a légitámadások voltak, és az utolsó időkben már a légopincékben voltunk, akkor mindig kaptunk valami finomságot a légiriadók alatt. Valami apróságot mindig kaptuk, vagy valami csokit, vagy valami édességet, szóval mindig valamit igyekeztek pótolni.
Magyarországot 1944. március 19-én megszállták a német csapatok. Az ország elvesztette a szuverenitását. Diktatúra alakult ki, és ez a diktatúra itt gyakorlatilag azt csinált, amit akart. Bejöttek a németek, és az iskola nem működhet tovább. Hát a skót az véres posztó volt a szemünkben, mert az nyílt titok volt, szóval tudták, hogy több a zsidó lány, mint a református. Nem volt kimondva ez így, hogy zsidóiskola volt, mert ezt nem mondhatták ki. Ugye, mert egy skót misszióra, egy református iskolára mégsem lehetett azt kimondani, hogy ez zsidóiskola. De ez egy tudott dolog volt. 1944. április 5-én kiosztották a bizonyítványokat. Ugyanaznaptól kötelező a sárga csillag viselése. Az árvák és akikért nem tudtak jönni a szüleik, a leány otthonban maradtak Jane-nel. Számomra hirtelen ért véget a tanév. A németek 1944. március 19-én lerohanták Magyarországot. Az anyám és én, csak mi voltunk otthon, mert apámat már munkatáborba vitték. Tudtuk, hogy el kell menekülnünk. Így a tanulmányaim véget értek. Meg voltunk kiedve, hogy most mi lesz. És vigasztalt minket. De amikor így körülálltuk, ugyanúgy a református lányok is körülállták, és ugyanúgy meg voltak rémülve. Tehát úgy látszik, ő rájuk is azért ráragadt ez, hogy ez nem jelent jót a számunkra. Annyira velünk éreztek. Tehát nagyon együtt voltunk, nem volt különbség köztünk. Szerettük egymást, nem is volt probléma. Az iskolát április 5-én bezárták. Jane Haininget a Gestapo április 25-én letartóztatta és a főhadiszállására vitte. A koholt vád kémkedés. A brit legátus fedett ügynökeinek végzett konspirációs tevékenység. A valóság Kovácsné a házvezetőnő nyilas veje feljelentette. Az ok, Jane összeveszett a férfivel, aki a lányok számára vásárolt élelmiszert dézsmálta, és bent aludt a misszió épületében. Ravasz László püspök minden követ megmozgatott. Hiába. Jane a nácik szemében bűnös. Bűnös, mert zsidókkal dolgozott. Mert elsírta magát a Dávid csillagot viselő gyerekek láttán. Mert a BBC-t hallgatta. Mert brit hadifoglyokat látogatott. Bűnös, mert emberként és keresztényként cselekedett. Jól tudta, hogy mit tesz. Azt, amit Jézus tett volna. Így a végsőkig kitartott, és készült az áldozatra. Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem. Itt a legszélén, balra, Lisa R. Judit, ővelekként együtt voltam. Csillag Erzsi. Reiner Flóri. Sikkéva. Akkor itt mellettem a Lázár Marika. Úgy tudom, hogy ő se jött haza. A Braun Zsuzsi, ővele együtt voltam. Spitzer Éva. Ő se jött haza. És a Rácz Kati. Ezeket, akiket most mondtam, ezek egyik se élte túl. Akiket felsorolta. A Sikkéva érte egyedül túl, ő hazajött, meg én. Ketten. Ennyit tudok a Miss Haningről, hogy elvitték őt is, és szegény ő is ott halt meg. De én nem találkoztam vele, nem tudom, hogy akkor már nem élt, mikor én ott voltam, vagy egy másik lágerben volt, nem tudom. Margit, a liszttel mit tervezel tenni? Eladod? Ami fent van, az a legjobb. De tudod, mindent, ami megmaradt. A tojásokat is felhasználtad? Hogy van mindenki?
Éjjel-nappal rátok gondolok szeretettel és vágyakozással. Az itteni dolgokról nincs sok mesélni való. Itt is vannak hegyek a mennybe vezető úton, bár kisebbek, mint a mieink, de akkor is. Üdvözlöm az egész családot, téged csókollak és ölellek. Szeretettel, Jane. A Yad Vashem intézettől megkapta a világigaza címet. Kitüntették a holokauszt brit hőse éremmel. A Lánchíd és az Erzsébet híd közötti rakpart szakaszt róla nevezték el. A Vörösmarty utcai iskolában minden évben megrendezik a Jane Haining emlékversenyt.